Fáklyákkal rendőri felvezetéssel érkeztek a békefutás résztvevői Pécsre. A város több irányából is befutottak a lelkes résztvevők, köztük iskoláskorú gyerekek és felnőttek is. Egész Európából és távoli kontinensről, mint például Ausztráliából vagy Új-Zélandról is csatlakoztak a békefutáshoz. A labdarúgó sportcsarnok előtt már fogadták a futókat, egy Erdélyben élő magyar állampolgár is futott a békéért. A békéért, hogy a béke fényét vigyük a világba, a világszínvonalon mindenfele, minden gyereknek tudjuk átadni azt a békét, amit a szívünkben érzünk, és hadd érezzék ők is. A Pécsi Egyházmegye megyés püspöke Felföldi László is tiszteletét tette a rendkívüli eseményen. A béke mellett foglalva állást fejtette ki gondolatait. A világban, a teremtett világban, az emberi életben a béke az alap, mindennek az alapja. A teremtés első pillanata, legyen világosság, legyen rend, legyen béke. Jézus első szava, hogy békesség nektek. És ebben a most nagyon felbojdult fizikai, szellemi, lelki háborúban, amiben most élünk, nem csak ott, ahol fizikai frontok vannak, hanem itt Magyarországon is, itt Pécset is, a legfontosabb, hogy fölhívjuk a figyelmet a békére. A Pészránt 6 földrész 140 országában megrendezik, immár 35. alkalommal, csak a Covid idején hagyták ki. A váltófutás célja, hogy fejlessze a nemzetek közötti barátságot. Ebben az évben március 6-án indult a futás Olaszországból, Vatikánvárosból, majd 21 országon át körülbelül 12.000 kilométer megtétele után érkezett a fáklya Szerbia felől Magyarországra. 1987-ben indult, New Yorkból Sicsima indította útjára, és ez a fáklya, a békefáklya igazából a békét szimbolizálja, hogy az embereket összekösse ez a béke, és valójában mi egy világcsaládhoz tartozunk, és ebben a világcsaládban, ha nincs béke, akkor nincs semmi. És azt kérte tőlünk Sicsima, hogy mindenkihez vigyük el ezt a fáklyát, a lehető legtöbb emberhez, és igazán nagy megtiszteltetés, hogy most itt Pécset lesz a záró ünnepség, és ennek az európai szakasznak itt fejeződik be a vége. Kezdetektől fogva a nemzetközi eseményen a békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A futókat a településeken ünnepséggel köszöntik. Ez a hatalmas rendezvény különböző kultúrájú, bőrszínű, politikai és vallási meggyőződésű embereket kapcsol össze. Pécsen zárult a rendezvény a Laubergedő sportcsarnokban pénteken. Színvonalas ünnepséggel köszöntötték a fáklyával érkező futókat.